Hát, nehéz az élet. Mit gondol, egyébként voltak a háttérben megállapodások a Tisza és mondjuk Vitézi között? Hát minden jel erre utal, igen. Mire számít? Hogy látja, lesz jövő héten főpolgármester helyettese Budapestnek, vagy helyettesei? Nem akarok ebben belemenni a bajóslásba, meg szerintem indokolatlan is ez, pont egy 168 óra múlva ki fog derülni. Elistelt a 168 óra, és kiderült, hogy továbbra is törvénytelenül fog működni a főváros, ugyanis a mai közgyűlésen sem sikerült főpolgármester helyettest választani. Az első napirendi pontban ugyanis megszavazták, hogy ma ne döntsenek a főpolgármester helyettesek személyéről. Annyit előzetesen már tudni lehetett, hogy Karácsony Gergely Vitézi Dávidot és Kis Ambrust jelölte a tisztségre. Azonban így, hogy levették a napirendről ezt a döntést, nagyon úgy néz ki, hogy ismét a kormányhivatalnál pattog a labda, és Karácsony Gergely helyettesét Sára Botond főispán jelölheti ki. A közgyűlés előtt a képviselőket arról kérdeztük, mit gondolnak, lesznek-e végre főpolgármester helyettesei Budapestnek. A legtöbben bizakodóak voltak. Emellett kérdeztük még őket arról is, hogyan látják a háttérben zajló egyeztetéseket. Én a Kis Ambrust tudom támogatni természetesen. Mit gondol, egyébként voltak a háttérben megállapodások a Tisza és mondjuk Vitézi között? Hát minden jel erre utal, igen. Képviselő úr, hogyan látja, lesz ma főpolgármester helyettes? Hát ez néhány percen belül ki fog derülni. Ki tudna támogatni? Ezt majd megnézzük, amikor szavazásra kerül. Nem árulja el, hogy kivel szimpatizál? Nem. Lesz ma főpolgármester helyettes? Hát nézzük meg, meglátjuk, hogy ki tudna támogatni? Kis Ambrus mindenképpen örömmel támogatnám. Mit gondol egyébként a háttérben zajló egyeztetésekről, alkukról? Ön szerint létrejött már a Vitézi Magyar Paktum? Képviselő, egy nyílt. Hát nézze, köszönöm szépen. Nézze, nem tudok, hogy létrejött volna, úgyhogy ezt majd nézzük meg, hogy mi lesz a szavazási magatartás, akkor többet fogunk tudni. Szerintem jó lenne, ha lenne megegyezés, de azt gondolom, hogy egy olyan paktumot, aminek most a nyilvánosság előtt is gyakorlatilag kiderült a résztvevői köre, nem lehet jó szívvel támogatni, amiben gyakorlatilag Magyar Péter egyik jelöltje Vitézi Dávid, Karácsony Gergely pedig Gyurcsány Ferenc jelöltjét akarja beterjeszteni. Mit gondol, megszavazzák ma főpolgármester helyettesnek? Hát várjuk meg a mai nap eredményét, hadd ne jósoljon meg előre. Kiknek a támogatására számít egyébként? Képviselőknek. Várakozásom szerint főpolgármester helyettes választás engem érintően legalábbis biztosan nem lesz, ugyanis azok a feltételek, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ilyen döntés szülessen, nem állnak fenn. Egyrésztről, ahogy a Tisza párt is ezt elmondta, de én is elmondtam, az alap első lépés az, hogy az SMS-t újra be kell hozni a főpolgármesternek, hiszen a demokratikus működést, a képviselők jogait, a közgyűlés jogait, például a cégvezetők kiválasztása kapcsán vissza kell állítani és biztosítani kell. Jó reggelt, főpolgármester úr! Mire számít? Sikerül ma főpolgármester helyetteseket választani? Meglátjuk hamarosan. Mit? Beterjeszti újra? Most nem. Tehát akkor főpolgármester helyettes sem lesz, mivel ez volt a feltétele Vitézi Dávidnak. Hát, nehéz az élet. Mit gondol egyébként, miről szólnak azok a háttér egyeztetések, amik zajlottak mondjuk Vitéziék és a Tisza között? Erről őket kell megkérdezni. Ön szerint történt ilyen? Nem tudom. Ön elfogadott a helyettesnek? Én javasoltam természetesen. Mit gondol egyébként, mikor sikerül végre főpolgármester helyettest választani, vagy megvárják, amíg a főispán jelöl ki? Vagy most, vagy később. A közgyűlés fő témái közé tartozott még a többi között az új fővárosi drogellenes stratégia megalkotása is. A Fidesz fővárosi frakció vezetője szerint ugyanis Budapestnek jelenleg nincsenek érdemi válaszai erre a kihívásra. Jelenleg van a fővárosnak egy elfogadott drog stratégiája, és hát a neve is azt mutatja, hogy ez nem egy drogellenes stratégia, hanem gyakorlatilag egy drogpárti stratégia. Ez a kérdés egyébként is egy nagyvárosban azt hiszem különösen fontos. Nekem személyesen is nagyon fontos, van egy lassan 13 éves kislányom, és napi szinten, mint szerintem minden anyukát, minden szülőt foglalkoztat az a kérdés, hogy hogyan tudom őt, ahogy felnő, megvédeni azoktól a veszélyektől, amik egész egyszerűen a világban leselkednek rá. És az egyik ilyen, és sajnos azt kell mondjam, hogy a kábítószer kérdés. A 17 és 22 év közötti fiataloknál rohamosan növekszik a kábítószer használatnak a problémája. Mi azon leszünk, hogy ezt a elhibázott drogstratégiát ezt visszavonja a fővárosi közülés, és helyette egy új drogellenes stratégiát alkossunk meg. Ebben fogunk javaslatot tenni a közülésnek. Az új drogstratégiai javaslattal kapcsolatban kérdeztük a kutyapártos képviselőket is. Azzal kapcsolatban kérdeznénk, hogy mit gondolnak itt a fővárosban az új drogstratégiáról? Mi lesz?
Hát most erről szeretnének tárgyalni, napirendre került ma ez is. Én ezt az emberbizottságon tárgyaltuk egyébként. Igen, nálunk Szuzi a drogügyi felelős, mert én polgármester vagyok, nekem mi csak a fűcsere programot valósítanám meg a keletbe, de ezt már mondtam korábban. Mit jelent? Hát, hogyha tudod, valakinek kevés füle van, vagy nem túl jó, akkor ott becserélik normálisra. Ki cseréli be ön? Nem én, hát ez a stratégiaalkotó bizottsági hálózat, igen. És a jelenlegi drogstratégiát hatékonynak tartja? Szerinted?